Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Szusza Ferenc stadionból. Egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés következik az Újpest és a Budafok között. Tehát nem véletlenül vannak közel a tabellán is. Jön a szöglet. Jó a fejes! 16 meccsen 5 gól a mérlege. Ez pedig egy lehetőség neki. 11-es! Az Újpest előtt, hogy megváltoztassa mindezt. De nem változtatja meg. Mitrovic kihagyja a 11-est. Ezt is Kovács tekeri be. Méghozzá jól elmegy keresztbe. Beridze. Jó kiugratás. Vissza. Nincs lövés csak most. És nincs vezető gól. Megint Zsóri. Elképesztő, hogy hány párbajt nyer meg ott középen védekezésben. Mitrovic. Ellövi, Bese, és aztán utána másodszor szerencséje van. Nem volt könnyű dolga Besének, hiszen pont előtte pattant meg. Megoldotta. Rossz passz. Abba az a ki lehet lépni, és Kribek ki is lép. Átteszi Zsórinak. Zsóri lő! Csonka. Jó meglátás, Zsóri. Csonka. És a lövés Banai fogja. Közben pedig egy változtatás. Lejön Zsóri kulcsára helyén. Nem tudom, ki bánja jobban, hogyha ez 0-0 marad, de most Perosevic lép ki. Perosevic nagyon kisodródik, Pese megint. Ez egy nagy védés így is, mert ez egy jó kísérlet volt a korábbi Puskás játékostól. Antonov. Mitrovic, szép játék. Antonov viszi. Onovo, nagy védés megint Besétől. Ennyi védéssel már mindenképp, főleg, hogy egy büntetőt is hárított. Úgyhogy Banai már megy is vissza oda a kapujának előterébe. Irik Farkas. Irik Farkas beadja, mellé megy Kovács fejese. Kap-e ezúttal egy jobb labdát, vagy inkább Beridze egyedül befelé cselez. Utóbbi lekészíti Onovónak, aki el is lövi szabadrugás. Még át is vehette, és aztán utána belép Onovó elé. Pedig a kiakadás. Hol fáj a láb, hol nagyobb a fájdalom. És nem is sárga, hanem piros lap ez így a budafokiaknál. Most egy Kulcsárnak le kell jönnie. És ő lövi el, megpattan, Bese! Mitrovic. Szakály. Szakály vissza, Mitrovic, megint Bese! És ez sem kicsi. Az okos megoldás Antonovtól, Beridze. Jó meglátás, Mitrovic, Bese! Nagyon jó lövés Mitrovictól, és egy kézzel... Antonov. Föl a levegőbe. Olá. Mitrovic ellövi, megpattan, és ez megy be! A végén Csongvai ünnepel, élet egyik legszerencsésebb gólja, de lehet, hogy a legfontosabb is. És nem a jobbnál jobb lövések leszámítva a 11-est hozzák az újpesti gólt, hanem ez a megpattanó. Mitrovic így gólpasztat, szerintem be lehet írni neki. Csongvai pedig. Mitrovic ki a szélre. Bacsa, jó perdítés, Perosevic, 2-0. Ez teljesen érthető valahol, hogy a Budafok fejben itt a végén már nem volt ott. Pici szerencséje is van az Újpestnek, de a végén dicsérjük meg Perosevicet, mert ezt tökéletesen csinálta. Ennél pontosabban nem lehet lőni.